A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos július 7-én, vasárnap 0 órától, július 12-én pénteken 24 óráig. Az önkormányzat megteszi a szükséges intézkedéseket, az ivókutak listája és a klimatizált helyiségek is várják a fehérváriakat a hőségben, a pontos helyszínek a székesfehérvár.hu oldalról elérhetőek. Figyeljünk egymásra, különösen az idősekre figyeljünk oda, esetleg a szomszédra csöngessünk át, kérdezzük meg, hogy szüksége van egy idős embernek segítségre. Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt napokban egy nagyon jelentős hőingadozás is történt, tehát jelentősen pedig visszaesett a hőmérséklet, most jelentősen emelkedni fog. Ez nyilván az idős szervezetet, vagy akár a gyermek szervezetét is különösen megviseli. És hát vannak különböző ajánlások, leginkább a folyadékfogyasztás és azon belül a vízfogyasztásra, amit kérem, hogy mindenki tartson be. Szent Iván napi búcsúra várták a híveket és a vendégeket szombaton Székesfehérváron a Rácz utcai szerb ortodox templomba és a templom kertbe. Az ünnep délelőtt püspöki szent liturgiával kezdődött. Szent Ivánnak az ünnepe az egyház közösség legnagyobb eseménye. Az összegyűlt közösség tagjai előtt, ahogy a minden évben, ezúttal is újra felszentelték a templomot. Ez az egyik legnagyobb ünnepe a székesfehérvári szerbségnek, sőt, merem azt mondani, Székesfehérvár vonzás körzetébe a szerb nemzetiségieknek. Ilyenkor találkoznak a különböző családok, például a mi családunkot, ha vesszük, érkeztek hozzánk, nem túl nagy távolság, csak idő, Dunaújvárosból, Dunapenteléről, Százhalombattáról és Lórérvel. A nyári időszakban sem állt meg az élet a Maroshegyi Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Pénteken 18 órakor például egy új kiállítás nyílt a kulturális intézményben. Hely tulipán, tulipán címmel C. Budai Katalin festett bútor készítő népi iparművész alkotásait, tulipános kazettáit láthatták az érdeklődők. A program nyitányaként a Pinka zenekari zenélt. A műves munkák egészen augusztus 2-ig látogathatók az intézmény nyitvatartás idejében. A belépés díjtalan. Gonda Emma a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társasága elnökségi tagja a tárlatot elsősorban a hitelessége miatt ajánlja. Nagyon fontos, hogy tényleg hiteles forrásból nézzük meg azt, hogy milyen mintákat lehet használni, milyen színvilágot és milyen mintakincset lehet használni, és hogy a butorfestés hogy lehet az élő háztartásokba bevonzani, hogy lehet a lakáskultúrában ennek szerepe akkor is, hogyha nem tetőtől talpig vagyunk mondjuk matyóhímzésben vagy kalocsai mintában. 7 állomásos élményösvényt hoztak létre a Gárdonyi Géza Művelődési Ház körül. A családi játékot Kamara SMS-e, az Illaberek erdőjárókártya ötletgazdája álmodta meg annak érdekében, hogy minél többen kapcsolódhassanak egymáshoz és a természethez. Meselátó szemre, fűre és szívre volt szüksége mindenkinek ahhoz, hogy bejárhassa az Illaberek élményösvényt. A 7 házikó kóddal nyílik, melyekhez most különböző feladatok megoldásával juthattak a játékos. Egyébként pedig egy e-mailen keresztül juthatnak azok, akik szeretnének természetközeli élményhez jutni. Egy nyitókód az összes 7 házat nyitja, mindegyikbe egy-egy kártya szerepel. Ez lehet mozgásos kártya, beszélgetős kártya, egy kis élménykártya, ezeket nem is szeretnénk elárulni, ez legyen titok. Súlyos combcsonttöréssel szállítottak egy fekete gólya fiókát a Vadmadár kórházba. A kismadár valahol Somogy vármegyében esett ki, egy közel 15 méter magasan lévő fészekből. Nem szerencséje volt, mert hamar rátaláltak és eljutották Sukorúra a Vadmadár kórházba. A beérkezése után kapott infúziót, majd amikor az állapota stabilizálódott, Berkényi Tamás állatorvos megműtötte. A kis fekete gólya fióka a műtét után gyorsan felébredt, majd rövid idő múlva lábra is állt. Most közel 6 hetet várni kell a csontok összeforrására. Ha minden rendben lesz, akkor a kis fekete gólya az őszi vonuló csapatokhoz csatlakozhat, és útra kelhet Afrikába. A Sukorúi Vadmadárkórház 28. évében az első fekete gólya fióka volt, amelyet megműtöttek.
Ez egy külső rögzítése történt a csontoknak az egyesítése, aminek körülbelül 2 hónapig bent kell lennie. Ez azt jelenti, hogy 2 hónapig biztosan a Vadmadár kórházban lesz a madár, illetve hát meglátjuk utána, hogyan fog gyógyulni. 2 hónap, ugye ez valahol ott a nyár vége felé lesz már, ott meglátjuk, hogy milyen állapotban, milyen kondícióban lesz, hogy sor kerülhet a szabadon engedésére annak tudatában, hogy ez egy vándormadár, vagy hosszabb időre itt marad a Vadmadár kórházban. Az idei évben is megrendezték a Telekomosok Fesztiválját. Országszerte 7 helyszínen családi sportnap keretében találkozhatnak a sportbarát családok, töpörtjük, nagyocskák, anyukák, apukák, nagymamák, nagypapák. Székesfehérváron verőfényes napsütésben egy ikonikus helyszín, a Phoenix Part adott otthont a sokak által várt eseménynek. A napfény pontját minden esetre az első Tuning Kupa díját adója jelentette, mert ki más, mint a sportnap vendége, a jelen magyar labdarúgásának csillaga, válogatottunk csapatkapitánya, a Liverpool kiváló középpályása adta át az elismeréseket, aki otthonról hazajött, hiszen ő maga is a Phoenix Partban kezdte fantasztikus pályafutását. Azt gondoljuk, hogy ez Dominiknek is jó, és a gyerekeknek is jó, hogyha találkozhatnak vele. Ki tudja, hogy hány gyereket inspirált itt, hány jövőbeli focistát Dominiknek a jelenléte, az, hogy tőle kapta meg az érmet arra, hogy még jobban, még komolyabban kezdjen el focizni, és ki tudja, akár a 12 év múlva a következő Európa-bajnokságon, vagy akár valamelyik világbajnokságon innen fog kikerülni valamelyik gyerek, aki az akkori magyar csapatot vezeti majd valami szép eredményre.